Több mint 100 motoros versenyzett szeptember 25-én a Tamásiban megrendezett Magyar Enduro Bajnokságon. A rajthoz állók 6 éves kortól egészen 70 éves korig jelen voltak az akadályokkal tűzdelt pályán. A szervezők 2020-ban rendezték meg először azt a versenyszámot, ami azóta teret kapott más versenyeken is. Tudtuk meg a Tamási Enduro és Motocross Egyesület elnökétől, Dravec Balástól. A tavalyi évben találtuk ki, hogy nálunk először Tamásiban rendezünk mini endurót. És ez egy nagyon jó döntés volt, mert hát most már azóta minden versenyen van mini enduro. Ugye ebbe van azt mondhatom a 6 éves korosztálytól, illetve az 65 köbcentiméteres kategóriától egészen a 85 köbcentiméteres kategóriáig. Ők már 15-16 évesek is lehetnek. A megmérettetésen nem csak az anyaországban élő magyarok vettek részt. A 2020-as Dakar Rally Mail Moto osztály nyertese. A romániai magyar származású Emmanuel Gyenes is rajthoz állt a Magyar Enduro Bajnokság Tamásiban megrendezett futamán. Úgy nyilatkozott, szívesen ad tanácsot a sporttársainak, és segít, ha bajban vannak. Ma is egy versenyzőtársam első körben, az első 2 kilométerben leesett egy hídról, beesett a nádasba, és egyből megálltunk, két motoros, és kisegítettük is, hogy menjen ő is tovább. Tehát azért ilyen dolgokban segítjük egymást, és úgy, tanácsokkal, meg mindenen nincs az a nagy rivalizálás. A szervezők számára a legjobb visszajelzés, amellett, hogy egyre több nézőt vonz a verseny, hogy a motorosok évről évre visszatérnek a Tamási pályára, hangsúlyozta Ódor Gábor versenyigazgató. Mindig próbálunk itt Tamásiba egyet úgy előre lépni itt a szervezésben és a látványosságban, hogy mindenki emlékezzen, hogy na, azért Tamásiba volt ez is, volt az is, és ezért is próbáltuk itt ezt összerakni, hogy kicsit élvezetesebb legyen mind a versenyzők, mind a nézők számára. A kétnapos rendezvény jó időben, jó hangulatban és nem utolsó sorban nagyobb baleset nélkül zajlott Tamásiban.